Drága Viki, örökké hálás leszek azért a napért, amikor volt bátorságod rám írni. Tudom, így utólag már könnyű mondani, de valahogy már akkor éreztem, hogy nem egy hétköznapi lány vagy számomra, hanem az a bizonyos személy, az a nagybetűs nő, akit mindig kerestem. Drága Tomi, azon a meleg júliusi reggelen, amikor izgatottan készülöttem az első találkozásunkra, volt egy furcsa érzésem, hogy ma meg fog változni az életem. Azt viszont csak álmaimban mertem elképzelni, hogy a megérkezéskor életem szerelme fog várni. Jelente-e, Viszket Viktória, hogy ez itt megjelent, Fejél Tamással házasságot kötsz? Igen. Jelente-e, Fejél Tamás, hogy ez itt megjelent, Viszket Viktóriával házasságot kötsz? Igen. És most köszöntsétek egymást az első hitvesi csókkal. Azt is elmondhatom, hogy te vagy a múltam, és nagyon is te vagy a jelenem, és ígérem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy te legyél a jövőm is. Tudom és hiszem, hogy ez így is lesz, mert amíg mi itt vagyunk egymásnak, addig elmondhatjuk, hogy van családunk és otthonunk.